van még valami, ami fontos? Nagyon szépen köszönöm a lehetőséget. Köszönöm. Sokféle kamera sok kézben. A webkamera telepítés óriási kihívás. A medve oda ment ez a kamerához. Ha egy védett állatról készítünk filmet, akkor semmilyen körülmények között nem szabad őt zavarnunk a normális tevékenységében. Az alap a lesz-sátor, mint egy eszköz. Nyilván ez nem egy kamera, ez csak segíti a kamerát elrejteni meg a ott ülő embert. Kamera választásnál több szempontot is figyelembe kell venni. A legfontosabb az, hogy meg kell tanulni jól úszni, lebegni a kamerával. Sokkal jobban lehet megtartani, megfogni, könnyebben a filmezés kevésbé mozdul be. Sokféle kamera sok kézben sokféle dolgot vett föl gyakorlatilag egyszerre. Volt a GoPro-k telepített kamerák, amivel timelapse felvételeket csináltunk. És ez természetesen függ a témától. Egészen más kamerával kell dolgozni akkor, hogyha egy nehezen megközelíthető fajjal dolgozunk, mint akkor, amikor például víz alá kell benéznünk. Kétfajta víz alatti kamera is forgott. Volt egy slow-mo kamera, amivel mentünk, volt egy nagy fényérzékenységű kameránk, amivel nagyon sötét helyeken forgattunk. Készültek felvételek drónnal, és ezen kívül még legalább 2 DSLR volt. Persze nagyon fontos az, hogy a lehető legjobb képet tudjuk megcsinálni, de időnként ennél fontosabb az, hogy az az állat, amiről éppen forgatunk, hogy fogja elviselni ezt a dolgot. Az ember használhat mondjuk vadkamerákat. Fontos, hogy ne zavarjuk meg, azért is, mert szeretnénk a természetes mozgását, viselkedését látni és közvetíteni a nézők felé. Rádiótáv működtetésűek vannak, a képet akár több száz kilométerrel arrébb is az ember tudja látni, mondjuk az interneten keresztül. És így az emberek az internetes felületeken nézhetnek meg olyan állatokat, amiket egyébként nem lehetne megközelíteni. A webkamera telepítés az egy óriási kihívás. A Parlagi Sasvédelmi Programban foglalkozunk webkamera telepítésekkel is. És így lehet követni, hogy mi történik a fészekben, hogy például a költési időszakban zavarja-e valaki ezt az állatot, hogy pontosan mit hord be kajaként a fiókáinak. Erre nagyon alkalmasak ezek a modern eszközök, hiszen éjjel-nappal ott vannak, mint egy őrszem figyelnek. Olyan technikai kritériumai vannak, amiket nem egyszerű megvalósítani egy adott területen. Puszta kellős közepére, egy fészekre kiteszünk egy webkamerát, ott valahogy meg kell oldani az áramellátást, napelemeket használunk. Azért fantasztikusak, mert akkor is tudnak dolgozni, és akkor is működnek, amikor az ember nincs a terepen, se a szagával, se az örejekkel nem zavarja az állat viselkedését. És így rengeteg információt be lehet gyűjteni az adott állatfajról úgy, hogy igazából nem éri őt semmilyen zavarás. Az egyik első próbálkozásunk egy csőkamerával a Rákosi Vipera projekten belül valósult meg. Ez a kamera csupán 3 centi átmérő és 10 centi hosszú, és egy kábelen keresztül vezetjük ki a jeleket. Így úgy tudtuk az állatok közelébe rakni a kamerát, hogy egyáltalán nem zavartuk meg az ő természetes mozgásukat. A szabadban kint hagyott forgatási eszközöket egy idő után az állatok megszokják. Legtöbbször kíváncsiak az állatok, és körbeszaglásszák, körbenézik ezeket az eszközöket, és hát ilyenkor születnek a legizgalmasabb felvételek. Legtöbbször egy fajra próbálunk ráállni, amiatt telepítjük oda a kamerát, és kiderül, hogy a kamera előtt nem csak az az egy faj fog megjelenni, hanem azon az élőhelyen szinte lehet azt mondani, az összes előbb vagy utóbb megfordul, odajön, elmegy a kamera előtt. A kamerán keresztül megismerjük annak az élőhelynek tulajdonképpen az élővilágát. Olyan pillanatokat csípnek el, amit hát én, mint filmes, nem biztos, hogy meg tudnék csinálni, vagy megmernék. A medve oda ment ez a kamerához, és gyakorlatilag bekapta a kamerát, és beláttuk egészen a torkáig.